Elköltözöl. Elegem van. Nem értem. Mi ez? Hm? 24 éves független férfi, nagyot szórakozna, hívj. Félreérted. Félreértem. Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani. És honnan vetted ezt a baromságot, hogy zsoca? Az nem én vagyok. Jó, persze, illetve én vagyok, de... Jó, figyelj, szerintem teljesen fölösleges magyarázkodni. Tök egyértelmű az egész. Hirdeted magad azért, mert meguntál. Dehogy is. Nem, hanem... az András hívott föl. Tegnap fölhívott az András. És ő kérte, hogy hagyj használja a képemet. A hirdetéséhez. Tényleg. Azt mondta, hogy hirdetni akar, de hogy hagyd tegyek ki az én képemet, mert hogy szerinte... Azt mondta, hogy szerinte egy több esélye lenne. Esküszöm. Szia. Na, mit szeretnél? Csak láttam a hirdetésedet, és gondoltam felhívva. Azt is láttad, hogy Melbourne-ben élek? Ja, nem, ezt nem. Akkor miért hirdetsz magyar oldalon? Hát mert itt nincsenek magyarok. Ja, aha. Egyébként volt már néhány virtuális kapcsolatom. Nem volt rossz. Te elutasítod az ilyet? Mi? Nem. Nem tudom. De figyelj, ez egy kígyó ott mögötted? Aha. Kis állatkereskedésbe dolgozom. De ott most éjszaka van, nem? De. Szakítottam a csajommal, aztán ide cuccoltam. Ugye nem azért kerestél fel, hogy lelkizzünk, mert azt utálom. Ja, nem. Hát pont, hogy el akarom felejteni. Te figyelj, mit értettél pontosan a virtuális kapcsolaton? Majd legközelebb elmondom, jó? Már ennyi, szia!
Szia. Mi az ördög van a házba? Nézzük ezt meg szállomat. Halló? Halló? Hát elaludtam, ne aludjon el, nézzenek oda. Igen, tessék, csak jönnek két utalat. Hát ma hány óra? Várjon, mert tudatok, jó? Jó reggelt kívánok! Jutalomfalatka? Igen, jutalomfalatka. Tessék. 480. Köszönöm. Köszönöm. Remélem magából nem lesz olyan link alak, mint azok a festett hajú bazári majmok olyan fekete ruhákba. Frédikém szívbeteg, nem szereti a felboruló napi rendje. Maga olyan rendes fiú volt. Rendes fiú vagyok, én most is terinén, csak problémáim vannak. Na, azzal a szép lánnyal. És ha azzal? Na, jó, viszlát. A viszontlátások, ez egy csókolom. Szia, Frédike! Jó, van már, ne izgat, felmagad át neked! Megyünk már! Gyere! Hi! Szia! Pókotok van? Persze, ott vannak elől. Nagyobb nincs? Ott van egy egészen. Nincsen. Nincs ott? Nem nagyon. Akkor nincs. Köszi, hello. Nincs mit, hello. Hello. Szia. Most mi ez a fejedben? Miért nem tetszik? Tett, nagyon szép. Na, van kedved egy kis játékhoz? Nem tudom, mire gondolsz? Hát, hogy én most itt le fogok neked vetkőzni. Hogy? Le fogok neked vetkőzni, de te nem nézheted meg. Oké? Ez egy bizalmi játék, benne vagy? Mi is ebben nekem a jó? Azt mondtad, érdekelnek ezek a virtuális kapcsolatok. Igen, igen, persze. Na, akkor most szépen bekötöd a szemedet. De nem nézhetsz meg, mert különben soha többet nem beszélünk, oké? Oké. Na. Akkor tedd a pulóveredet a szemed elé. Jó, jó. Várjál. Nem látsz? Inget. Oké, nem látlak. Szépen lassan lehúzom a cipzát a szoknyámon. Most leveszem a szoknyámat. És most szépen lassan leveszem a harisnyámat. Lassan kikapcsolom a melltartómat. Levegyem a bugyimat is? Akarod? Aha. Mégiscsak vennék egy kis farhátat, ha lehetséges. Farhátat? Ilyen. Na, a következő a Present Perfect Simple, az a lényege, hogy ez a cselekvés, ez lezárult most. Igen, és ugye jövőre, majd most a vége. Érted? Aha. Mondok egy példát, jó, akkor jobban megérted. Mondjuk lenyom a shiftet, így, tudod, és ez tudom, hogy most történt, ezért nem mondom hozzá, hogy most, hanem most. Háló, sziasztok. Én három ugrótücsköt szeretnék kérni. Jó. És figyelj, majd légy célra, vigyáznál, hogy a lábai megmaradjanak, mert a kigyomnak a combja a kedvence. Ja, persze. $90 lesz. Köszi. Hello, sziasztok! Ja, megnéztem az e-mailjeimet. Ja, nem, semmi. Csak a csajom Melbourne-ben van. És vele szoktunk. Hogy hol tartottam, várjál? Andrés, szevasz! Szevasz! Tudunk beszélni? Puh.
Pont most van menni, ebédszünet. Ráérsz kicsit? Mondjad, igen. Figyelj, elég nagy gáz van. Szakítottunk a csajommal. Mert az van, hogy... Figyelsz? Persze. Szóval az, hogy regisztráltam egy ilyen társkereső oldalon. Olyan kurva jó nő van most itt. Mi? Na, jó. Figyelj, hogy regisztráltam egy társkereső oldalon, és a csajom megtalálta. És azt mondta neki, hogy te regisztráltál az én képemmel, Zsoca néven, érted? Hogy nagyobb esélyed legyen, és hogy figyelj, hogy ki tudnál húzni a szarból. Érted? Aha, persze. Ennél sokkal gyorsabban is megértek dolgokat. Ja, persze. Szóval, szerinted megy? Magyarul mentselek ki, mondjam azt, hogy jobban nézel ki nálam. Aha. Ezt nem fogom mondani. Mert? Mert olyat kell mondani, amit el is hisz. Én érzem, hogy vonzódik hozzám, és hülyén néz neki, hogy most így azt mondanám, hogy hát, van köztünk valami rezgés, úgyhogy majd azt mondom, hogy valamit. De azt nem, hogy jobban nézel ki. Jó, figyelj, azt mondasz, amit akarsz. Jó, akkor ennyi, mert csomó dolgom van. Persze, ennyi. Oké. Hello. Szevasz, mi van? Baj van? Mit csinálsz? Kérlek, nézd, ahogy eszem. Figyelj, szerintem én ezt most nem teljesen értem. Ezt most mind meg fogom enni. Pedig nagyon undorító. Mit eszel? Pizzát? Ne csináld mellett, legalább süsd meg! Mondja, hát két napja csak almát eszem, és már nagyon éhes vagyok. Mi, nincs valami normális kaja otthon? Ez undorító. Mondd nyugodtan, mondd, hogy undorító vagyok! Figyelj, nem te vagy undorító. Ha kövér lennék, akkor nem lennék undorító, ugye? Nem tettem neked! De, hát most nem. Azért ez elég gusztustalan. Ne haragudj. Figyelj, ez nagyon undorító. Nem vagy normális, hallod? Should I change my life? Should I change my life? Az mit jelent? Ja, igen. Na, ez az, tehát valamit. Should I change? Anything in my life. Should I change anything in my life? Igen. Mondjad akkor... Should I change anything in my life? Jó, na. Azt mondja, meg kéne értened ezt. Réka, figyelj. Az nem lesz szerinted, hogy mi ketten elmenjünk moziba? Na, hogy meg kéne értened ezt. Szerinted nem. De ne légy, kérlek. De ezt... Hogy vacsorázni, meghívlak vacsorázni. Nagyon-nagyon félre van ez a helyzet, értve, azt hiszem. Én nem szoktam összekevetni. Ha a magánéletet, meg a munkát ért. Most mi dolgozunk, én egyébként meg a barátnőd, mert jó messze van, azt tudom, de azért ennyire. Szakítottunk. Egy hete.
Nem, nem rám tartozik, ne arra. Elmegyek most, jól nem baj? Ne hallgulj, csak... Jó. Prédikében itt megvárunk. Szia! Hello! Unokahúgom! Csokrom, tevé néni! Két jutalomfalatkát szeretnék. Tényleg? Hogy milyen szép kislány? Igen, szép. De hangosabban mondja, tia, én már nem hallok tökéletesen. Két jutalomfalatka az 480. Köszönöm. Hello. Szia. Viszlát. Csókolom, Teri néni. Most már neked is adni kéne valami manga nevet, nem? De, biztosan. Mit szólnál a... Sasuke Uchiha-hoz? Mi? Sasuke Uchiha-ho. Az mi? Figyelj. Ő Jinma. Uh-huh. Én Higurashi, akkor te simán lehetsz Sasuke. Látod itt ezt a rengeteg süteményt? Uh-huh. Ezt most mind meg fogom enni. És aztán levetkőzök neked. Jó? Uh-huh. Oké. Mi van, félrement? Köpt ki. Köpt ki. Micsoda? Az, üsd meg a hátad. Na. Ne szórakozz, üsd meg a hátad, hallod? Hé, üsd meg a hátad! Ne csináld ezt, üsd meg a kurva hátad, hallod? Haló, igen. Mondja már. Bejelentést szeretnék tenni, egy... Na? Egy lány meghalt Melbourne-ben. Melbourne-ben? Na, ne szórakozzon velem, az ilyen hülyék nélkül is van elég problémánk itt a kerületben. Új barátnő. Aha. 480. Köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm, Teri néni. Viszlát. Csókolom, szia, Frédike.
like smell. Oh my god. Fucking bastard. Ja, nem zavarlak. Nem, épp feküdni készültem, de nem gáz. Minden rendben veled? Zárva volt a bolt. Nincs semmi, csak kicsit beteg voltam. Megkaptam a virágot, meg a levelet, amit küldtél. Mindkettő nagyon édes volt, teljesen megadottam. Tényleg? Figyelj, nem tudom. Lehet, hogy nekem kéne most egy kis idő. Kicsit félek, hogy... Nem tudom, csak félek, hogy aztán megint vége lesz, és akkor... Akkor mondd meg te, hogy legyen. Nem, nem tudom. Lehet az, hogy például találkozunk itt és beszélgetünk. Ahogy akarod. Mondjuk esténként felhívlak. Felhívlak holnap is. Beszélünk. Ne menj még el, kérlek. Maradj még egy picit. Figyelj, holnap úgyis felhívlak. No, kérlek, csak egy icipicit, csak maradjunk még együtt. Jó, figyelj, akkor aludjunk együtt, jó? Vidd be magaddal az ágyhoz a laptopot. Jó. Várj. Jó, így. Merjen, meg tudod, te tudj a kezed, hogy nem? Kicsit föntebb, jó? Oda a szemed elő. Szép. És a másik kezed egy kicsit fordul, hogy bejjebb. Tehát lejjebb a térdeidet. Jó, éjszakát.